Itt Krisztián korábban beszélt arról, hogy melyik generációhoz tartoznak itt a nézők. Hát én pont az Y-hoz tartozom. Nekem volt mokmenem, de már TikTokozok is. Többek között talán még lehet, hogy meg is találtok, az első gyermekfalvaknál gyakorta megjelenek így online térben, hiszen hallatom a hangomat. Ez lenne a témám, hallatom a hangomat. Nem tudom, hányan tudják-e, talán nem is sokan, hogy én pont ugyanolyan székben ültem ott, mint akár bármelyik gyermek vagy gyermekotthonban lévő fiatal, hiszen én is gyermekvédelemben nőttem föl. Az igazság az, hogy az izgalmas az egészben, hogy az SOS gyermekfalvaknál dolgozom, de mégsem az SOS-ben nőttem föl, hanem az állami szférában. Közöttük van is olyan valaki itt az elsősorban, aki még fölöttem is volt, mint ellátó, vagy nem is tudom, hogy mondjam pontosabban, de hogy szakellátás után, utógondozóellátásban ő volt a fő szint. És én nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy ma itt lehetek, mert talán nem tudom, hányan vannak itt a közönségből, aki gyermekvédelemben nőttek föl, ha van, aki tegye föl a kezét. Na, hát egy, szuper, többet nem láttam, vagy nem elég bátrak, nem baj. Én itt vagyok ma, és azért adok elő, hogy erről beszéljünk egy kicsit. Az SOS gyermekfalvak számára nagyon fontos az, hogy a fiataloknak a hangja megjelenjen, de hogyan is. Bizonyára tudják, hogy a diák önkormányzatok az iskolákban működnek, ahogy az egyetemeken is a hallgató önkormányzatok. Most az SOS gyermekfalvakban van egy olyan, ami a fiatalok önkormányzata. Ez lehetőséget, úgymond platformot jelent, vagy lehetőséget adhat a fiataloknak, hogy érdekeiket, gondolataikat, javaslataikat fogalmazzák meg a döntéshozók felé, az intézményvezető, lakásotthoni vezető, vagy akármelyik nemzetközi szinten lévő SOS gyermekfalvaknak a vezetői felé, és ezáltal hallassák azt, hogy mi az, ami nekik fontos. Minden generációnak más-más fontos, így minden generációnak lehetnek igényei, amelyeket meg kell hallani. És hogy ennek milyen módja van, azt meg kell tanítani. A fiatalok nagyon sokszor próbálkoznak hozzánk kapcsolódni, de nem mindig tudjuk őket úgy befogadni, nem mindig azt gondoljuk, hogy a legjobb módon teszik ezt. Ennek lehetőséget kell teremteni. Erre lehetőséget teremt nálunk az ifjúsági találkozó, amelyet a fiatalok által és a fiatalok együttműködésével szervezzük meg, ahol megtanulnak olyan fajta készségeket, amelyek az életben nagyon fontosak, az önállósodás felé. Ilyen mondjuk az, hogy hogyan osszák be a pénzt, hogyan telefonáljanak először idegen embereknek, hogyan próbáljanak szállást foglalni, utazást szervezni egy csoportnak, kortársaiknak. Ebben nem csak ez jelenik meg, hanem azok a fajta kompetenciák, amelyeket eddig nem tudtak elsajátítani valami oknál folytán az elmúlt időszakban, és ezáltal lehetőséget adunk egy biztonságos környezetben kipróbálni ezt. Erre ad lehetőséget az ifjúsági találkozó, ahol szakmai programokkal, nevelőszülői, ifjúsági, utógondozói témákkal foglalkozunk, és fókuszba tesszük a fiatalokat. Nagyon fontos azt megérteni, hogy amikor a fiatalokról beszélünk, akkor azt érezzék, hogy ők fontosak. Nem csak azért vagyunk itt, és azért dolgoznak itt a szakemberek, mert ez a munkájuk, mert kapnak valami pénzt, mert azért lássuk be, ez nem az a pénzjövedelmi lehetőség, amiből meg lehet gazdagodni, inkább szívből, lélekből csináljuk ezt. A másik ilyen lehetőség, amelyet az SOS gyermekfalvak ilyen célkitűzésként tett maga elé, az az ifjúságoknak, az ifjúsági generációknak a minél jobban minőségbeli bevonása, és ennek voltak különböző szintjei az évek során az SOS gyermekfalvakban. Az a kezdeményezés, amelyben az volt, hogy a fiataloknak a hangja megjelenjen, úgy látszott, hogy nem volt elég. Azt éreztük, hogy itt a fiatalok lelkesednek azért, hogyha meghallgatják és bizalommal tekintenek rájuk, és fontos az, hogy ők maguk tovább adják ezt a tudást, hogy a következő generációnak, akár nevelőknek, nevelőszülőknek, szociális munkásoknak olyan fajta rálátást tudjanak adni, amely egy tapasztalt fiatal szakértő által megfogalmazható. Ilyen fiatalokat kerestünk fel az SOS gyermekfalvakon belül, akik már kiléptek és elkezdték önálló életüket, valamint olyanokat is, akik nem az SOS gyermekfalvon belül léptek ki, mint mondjuk én, és tapasztalati szakértő kiképzés által megoszthatták azokat a tapasztalataikat, amelyek eszközként, praktikaként, tudásként szolgálhatott azoknak a szakembereknek, amik segíthették a hétköznapi nehézségeik, problémáik elérésében vagy megoldásában.
Nagyon egyszerű példákat tudnék mondani, a fiatal bedob egy mosást, összemossa a két darab színt, teleteszi mindenféle fajta öblítőkkel, de nem tudja, hogy ahogy kell elindítani, de ő próbálkozik, és akkor azzal a helyzettel mit kezd egy szakember, abban a helyzetben hogyan próbálja megoldani, hogyan tekint. Ezt a fiatalt, ennek a fiatalnak soha senki nem mutatta meg, hogy kell használni ezt a gépet. Lehet, hogy ezt nem akarja elmondani, mert szégyelli. Az a fajta tudás, a mögélátás, hogy hogyan tudunk rátekinteni, ez ad lehetőséget, és erre készült két olyan képzésünk is, amelyet projekt alapon pályáztunk meg az Eső a Gyermekfalvakban, ami szintén nemzetközi is. Az egyik a biztonságos terek kilépés, angolul Living Care projektünk, a másik pedig a traumatudatos szemléletmódot ötvöző traumaérzékenység a gyermekvédelemben projekt. Mind a kettő projektben a fiataloknak a részvétele nagyon hangsúlyos volt. Ők, akik részt vettek egy kutatásmódszertanban, véleményüket kérdezték meg, hogy honnan építsék össze az e-learning modulokat, a képzési anyagokat. Az egész projekt ideje alatt teljesen elejétől a végéig részesei voltak ennek a folyamatnak, és ezen túl is. Mert az Eső a Gyermekfalvakban ezek a képzések kialakultak, és a mai napig képzéseket tartunk, ahol tapasztalt szakértői fiatalokat hívunk meg, akiket felkészítve részvételként tudják színesíteni az amúgy is izgalmas, informatív képzéseinket. Ez volt a reklám helye, csak mondom. Ezt is kell, ugye. De hogy valójában a minőségi részvételnek ez a második szintje, ahol megjelennek a fiatalok. És van a következő szint, ami egy másik projektünk volt, ez a Youth Power, amely arról szólt, hogy a fiatalok önmaguk szerveződve próbáljanak megalkotni közösségeket, programokat hozzanak létre. Itt nagyon hangsúlyos az is, mint az ifjúsági találkozók, ez rezonál arra a projektre, de mégis egy kalappal, egy lépése előrébb tartanak, mert itt pénztudatosság is megjelenik olyan szinten, hogy azt mondjuk, hogy ez a pénz nálad van, ezzel mit tudsz kezdeni, hogyan foglalod le a szállást. Van egy ilyen erő, egy ilyen felelősség átadás, amelyben mi szakemberként, akár nevelőként, vagyis valójában nevelőnek nevezzük, de utógondozóként, próbálunk ebben a helyzetben segíteni azt, hogy hogyan is csinálják ezt a feladatot, hogyan segítsük őket, és hogyan is lépjenek ki úgy, hogy megszereznek olyan készségeket, ahogyan korábban mondtam, egy biztonságos térben. A következő szint, ami így megjelenik, az az Együtt projekt. Nagy örömre szolgál, hogy ezt én vezetem, úgyhogy eddig projektkoordinátor, nem az Eső projektkoordinátora, csak hogy így legyen tiszta a kép, és ez nagyon nagy fókuszt tett abba, hogy a fiatalok az SOS-ben hogyan tudnak kifelé képviselni és részt venni, de azt is fókuszba tette, hogy az SOS-en kívüli hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok hogyan tudnak részt venni. Ami azt jelenti, hogy az alapellátásban, valamilyen formában, családokban élő gyerekeket is, akár tanulákban, hátrányos helyzetű iskolákban, felzárkózható iskolákat is megkeresve együttműködünk, és láthatóvá tesszük egymás számára, hogy nem is különbözünk annyira. Itt a projektekről egy pár gondolat itt van, amit így fontos így kihangsúlyozni. Részben elmondtam az első kettő pontot, a harmadikra egy kicsit többet beszélnék, mert sokkal színesebb. A jogok és kötelezettségek itt megemlítettek korábban, itt szintén nagyon fontos hangsúlyt fektetünk erre, hogy a részvételük minőségi, értékű, meghallgatói és lehetőséget adjunk rá. Itt lehetne Lundi modellt vagy Hartz létráját is megemlíteni, mint megközelítési módszertan, tehát tért, hangot, teret, audiót vagy közönséget adjunk annak, hogy a fiataloknak a hangja megjelenjen, és jogaikat tudják gyakorolni. Maga a projekt fő fókusza az, hogy a fiatalokat, gyerekeket képessé tegyük arra, hogy kifejezzék a jogaikat, gondolataikat döntéshozók felé. A döntéshozás ott kezdődik, hogy a gyerek eldöntheti otthon, hogy piros vagy kék színű pólót szeretne fölvenni, amikor az iskolába megy, és addig szeretnénk ezt a folyamatot vinni, amíg azt mondhatjuk meg, hogy egy önkormányzati, egy polgármesteri, akár egy országos képviselő való találkozás, a fiatalok meg tudják fogalmazni a szakpolitikai ajánlásaikat, kulcsmondataikat, amelyeket meghallják a döntéshozók. Na de hogyan is történik ez? Ebben a projektben a fiatalok és a gyerekek az elejétől kezdve szintén be voltak vonva, kutatásban vettek részt, megkérdeztük őket, hogy számukra mik a legfontosabb dolgok, hol történjenek az igazi bevonások, mik azok a területek, amelyek leginkább érzékenyek számukra. Ekkor jelent meg az iskolában az iskolai bizalom, az iskolai
biztonság, az iskolai gondolkodás, beleszólást fontossága. Hogy szeretnének olyan iskolába járni, ahol meghallják őket. Van ugyan diák önkormányzat, de nem mindenhol úgy tört, úgy dolgoznak, vagy úgy kapnak lehetőséget képviselni magukat, hogy minőségileg, értékelhetően be tudják őket vonni. Itt nem arra gondolok, hogy akkor írnak egy szöveget, amit cenzúrál az igazgató, és aztán felolvassák, hanem önmaguk szervezik meg az iskola éves megnyitóját, a farsangot, az éves programokat, és mindezekben a tanárok háttér mentorként vannak jelen. Ezt a programot próbálja, vagy ezt a folyamatot erősíteni az Együtt projekt, hogy ezeket a fiatalokat képessé tegyük ezeknek a gondolatoknak a megfogalmazására, kulcsmondatokra, és ezeket szakpolitikai állásokkal alakítsuk át. De hogy az egy dolog, hogy alulról próbálunk nyomni dolgokat, kell, hogy fölülről is nyomjuk ezeket. Erre ad lehetőséget az e-learning modulunk, amely a döntéshozóknak szól. A döntéshozók sokszor próbálják a fiatalokat bevonni, hogy részesei legyenek. Mi magunk is próbáljuk motiválni a fiatalokat, hogy gyertek, menjünk, csináljuk, de nem jönnek. Valamiért nem. És ezt kell meglátni. A döntéshozók számára is fontos, hogy rálássanak, hogy hogyan vonják be a fiatalokat, milyen nyelvezettel, milyen kulturális eszközöket próbáljanak használni ahhoz, hogy mindenképpen be tudják őket vonni érdemben. És igazából ezen kívül tartunk webináriumot is, ahol online térben a fiatalok a jogaikat alkotó, artisztikus elemekkel tudják megfogalmazni azt, hogy mit szeretnének elmondani. Nem minden fiatal tudja elmondani szóban, vagy leírni azt, hogy ő mit akar. Sokuknak kifejezése máshogy történik. Egy színházi előadással, egy festészeti, akár egy vers, prózai művel. Ez a webinárium, ami össze lesz, nem az őszi ágota típusú, hanem egy külön. Arra szintén ezre készülünk, hogy ezek a fiatalok itt megfogalmazhatják ezeket a gondolatokat, és ezekről beszéltünk szakemberekkel is, meghívunk olyan döntéshozót is, akivel együtt gondolkodunk arról, hogy miért fontos bevonni a fiatalokat a döntéshozatalokba. És egy döntéshozatalban nyilvános döntéshozatalat is beleértem. Tehát mondjuk egy sportpálya használatának a joga. Miért van annyi sportpálya, kosárlabdapálya, focipálya lezárva egy adott város területén, és miért nem használhatnak a gyerekek? Miért nincsen hozzáférési lehetőség? De a közbiztonság is ugyanolyan fontos a gyerekeknek. Ők mondták ezeket a gondolatokat, hogy például egy adott területen legyen éjszakai világítás, olyan zebrák legyenek, vagy olyan átkelő helyek, amelyek fényvisszaverők, így biztonsággal mehetnek haza. Éjszaka, ami vicces, hiszen télen hamarabb sötétedik, és nem éjszaka járnak haza gyerekek, mégis nagyon fontos, hogy ez a biztonság meglegyen nekik. És igazából ennek kapcsán nagyon fontos az iskolai biztonság is. És az iskolai biztonság alapján nagyon fontos volt, hogy a fiatalok ezeket valahogyan virtuálisan is megjelentsék, hiszen nem csak a döntéshozókat szólítják meg, hanem azokat a gyerekeket, kortársképzőiket is, akik szintén részesei ennek a projektnek, és részesei a generációiknak. Ennek kapcsán készült egy információs videó, amiben remélem a technikai segítség tud segíteni, hogy le tudjuk játszani. Alapjára véve ez a film úgy készült, hogy a fiatalokat megkérdeztük, mint ahogy mondtam az iskolában, mik azok a fontos dolgok, amelyek számukra ilyen érdek és részvétellel kapcsolatos, és számukra a bullying, mint fókusz, nagyon erős volt. Nem tudom, hányan tudják, hogy a bullying, de hogy zaklatás magyarul mondhatni, és hogy ennek való lehetetlensége vagy tehetetlensége gyerekeknél, hogy a tanárok eszköztelenek, ebben próbáltak hangot adni, hogy igenis mindenkinek a felelőssége, hogy biztonságos iskolába járhassanak, és hogy erre ők készítettek egy programtervet, leforgattuk havi találkozókon a gondolatainkkal, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, profi szakembereket hívtunk, és ezáltal tudtuk megvalósítani azt, amit most talán meg is tudunk nézni hamarosan.
Én hallottam a hangomat, és remélem mások is teszik. Nagyon szépen köszönöm.